mai videóban behangoljuk az előző videóban tesztelt Asus Strix 5700XT kártyát, ahogy azt ígértem. Attól függetlenül, hogy egy Strix kártyát állítatok most a videóban, ez a módszer az összes 5700XT-vel működik, aminek túl van tolva a vrm -je, mert nem ez az egyetlen. Annyi, hogy azok, akiknek Asus kártyája van, vagy olyan Asus kártyával rendelkeznek, amit tud kezelni az Afterburner, azok mindenképp használják az Afterburner továbbra is a GPU tweak helyett. Csak akkor használod a GPU ha rá vagy kényszerítve, mert az Afterburner az egy fény évekkel jobb program, mint az asus A behangolás menete ugyanúgy fog zajlani, programtól függetlenül. Először is, mint minden állítgatás előtt legyen szó bármilyen alkatrészről, le kell mérnünk alapból, hogy teljesít a kártyánk, mert anélkül tudnánk, milyen volt alapból, nem fogjuk tudni, hogy milyen mértékű volt a javulás. Játszám mondjuk egy órát alapbeállítások mellett, és írt fel az FPS, órajel, hőmérséklet, fogyasztás értékeket, és a hőmérsékleteknél kelleni fog még a GPU, a memória, a VRM és a junction. A következő lépésben a GPU ventiének sweet spotját kell megtalálni. Találunk, ami még nem hangos, de megfelelően hűti a kártyát. Ezt jobb, ha még alapbeállításokkal végzed el, mert ugye ilyenkor magasabb hőt termel a kártya, és ha ilyenkor találod meg a faszapontot, akkor később behangolt értékek mellett még hűvösebb lesz a kártyát, vagy esetleg, ha úgy gondolod, a későbbiekben a ventilátor fordulatszámából is vehetsz lejjebb, hogyha neked az ultimate csend a cél. Ezt úgy éred el, hogy először stabil értékekre állítod a ventilátort, azaz mit tudom én beállított fix 45 vagy 50 ra Ez az érték általában kártyától függően olyan 45 és 60 75% között található, ennél az Asus kártyánál 62%-ra jött ki a matek, de persze különböző kártyáknál ez különböző érték lehet. Télen 65-70 Celsius, amit jó hőmérsékletnek tartok, nyáron pedig a 80 alatti értékek azok, amik átférnek a rostán, úgyhogy a ventilátorodat olyan százalékra állítsd, ami még nem hangos, de ezek az értékek alatt tartja a GPU-nak a hőmérsékletét. Miután megvan egy statikus venti százalék, ami halkan működik, de hűvösen is tartja a kártyát, akkor kezdődhet a behangolás. Később a fankör beállítására még visszatérünk. A behangolás első része a Power Target csökkentése navi modelleknél. Rendkívül egyszerű. Vagy mínusz 5, vagy mínusz 10 százalékos lépésekben egészen addig viszed lejjebb ezt az értéket, amíg teljesítmény csökkenés nem tapasztalsz, ami alacsonyabb órajel, emiatt alacsonyabb FPS-ben jelenik majd meg. Leszedsz a Powerből mínusz 5 százalékot, játszol egy órát, ha minden oké, viszed lejjebb egészen addig ugyanezzel a módszerrel, amíg nem lesz kevesebb az FPS-ed, és kész. Ennél az Asus Rock Strix 5700 XT-nél mínusz 20 százaléknál találtam meg azt a pontot, ahol sokkal hűvösebben járt a kártya, és az óreál is ugyanúgy 2000 herc környékén maradt, ahol eredetileg is volt, ugye. Az, hogy ennél a kártyánál ennyit le tudtam venni, az azért van, mert ezen a kártyán kimondottan agresszív volt a VRM beállítása, ezért a te kártyádnál ez a szám nyilván eltérő lesz. Ha valakinek olyan 5700 xt je van, ahol a Power Target csökkentése azonnali teljesítmény csökkenést okozott, az dobjon egy kommentet létszi a kártya típusával, írja meg azt is, legyen szíves, hogy mennyit változtatott a Power és az mekkora óreál kiesést jelentett, hogy melyik modellnél, hogy más és rendelkezésére álljon majd ez az info előre is köszönöm, srácok. Csak azzal, hogy levettem 20%-ot a Power mínusz 7 fokot változott a GPU-nak a hőmérséklete, és én ennél a pontnál még nem is szórakoztam a ventilátor beállítással. Miután meg vagy a Power Target állítgatásával, áttérhetünk a feszültségre. Mielőtt vettem volna a Power Target-et a Strix modellen, a GPU kor feszültsége 1200 mV volt végig játék közben, meg sem mozdult ez az érték. A mínusz 20% beállítása után ez már változott, a kártya az le-leugrált olyan 1150 52, néha 1090 millivoltra, de az ideje legtöbb részében ugyanúgy 1200 millivoltra ugrált vissza, attól függetlenül, hogy én 20%-ot lejövettem a power targetból, úgyhogy gondoltam, azt is megpróbálom csökkenteni. Itt is ugyanúgy, mint az előbb, mínusz 5 vagy mínusz 10 millivoltosával addig egy lejjebb, amíg nem ütközöl hibába. Nálam ez a hiba frame dropokban jelent meg, amikor szaladgáltam egy játékban, gyorsan fordítottam az egéret, akkor egy-egy pillanatra meg megakadt az egérmozgás, de ahogy normalizáltam a feszültséget, ez, ez a probléma teljes mértékben Eltűnt. Itt is ugyanúgy, mint az előbb. Beállítod a mínusz 5 millivoltot, elfogadod, vagy mínusz 10 millivoltot, elfogadod, belépsz egy játékba, játszol egy órát, megnézed, hogy jó-e. Ha minden jó volt, semmit nem vettél észre, akkor még lejjebb mész, vagy mínusz 5, vagy mínusz 10 volt. Ha ezzel is megvan, akkor igazából a kártya teljes mértékben be van hangolva, már csak a manuális fankörv beállítása van hátra. Afterburnerben katt a settings gombra, miután felülről a settings menü értelemszerűen a fanra kattintunk, és azonnal bepipáljuk ezt itt felül. Alaphelyzetben addig nem kapcsolnak vannak a kártyán, amíg az el nem éri a 60 fokot. Nem tudom, te hogy vagy vele, de én nem szeretnék egy idleben lévő kártyát 60 fokon tartani a gépemben, ezért inkább egy sokkal kényelmesebb 45 fokra állítunk egy nagyon minimális 25%-os ventilátor sebességet. Ezt a 25%-ot megtartjuk egészen 60 fokig, és 60 foknál azt a százalékot határoz meg, amit ugye az előbb te is kiteszteltél a behangolási folyamat elkezdése előtt. Ha gpu ben szeretnéd meghatározni a fankörvöt, akkor ott a user define gombra kell kattintani, ugyanígy beállítani, mint ahogy az előbb tettük, aztán save és apply, elmented a profilodat, meg vagy. Meg is vagy. Ügyes voltál. Most már nem csak erős a kártyád, de hatékony is, hűvösebben jár, sokkal tovább fog élni, és alig került pár egyszerű lépésbe. Aztán a jövőben lesz-e 5700 XT tuning videó. Erre a válasz az, hogy nem. Semmi értelme ezeknek a kártyáknak kihajtani a lelkét a játékon belüli plusz egy FPS-ért. Inkább járjon halkan, inkább járjon hűvösen, hatékonyan, mert ugye azt már jól tudjuk, hogyha egy szilícium chip hűvösen van tartva, akkor az nagyon sokáig fog élni. SLA és Crossfire videókra is sok kérés érkezik nap mint nap. Ilyen videó se fog készülni, mivel az SLA és a Crossfire egy halott technológia, és aki gamingre szeretne magának több GPU setupot, az csak here átmérő növelésére jó, de egyel sem lesz több FPS-ed, és a második kártya ára teljes mértékben kidobott pénz, persze csak akkor, ha nem a here növelése volt az elsődleges szempont, a több FPS-sel szemben. Gamingre ma már semmi értelme több kártyát használni. Hogyha valaki renderel 3D animál, meg ilyesmi, és az a program, amivel dolgozik, az támogat több videókártyákat, akkor nyilván lehet róla szó, de gamingre az ég világon semmi értelme. Én az ég világon semmilyen hibába nem ütköztem navi driverekkel kapcsolatban az állgatás tesztelések során. Az, aki arra panaszkodik, hogy minden baj van ezekkel a kártyákkal, és egyáltalán nem tudja őket működni, működése bírni, az valamit nem jól csinál. Sokan mondták, hogy ha van Discord és abban kikapcsolod a hardveres gyorsítást, akkor az megoldhatja a gondjaidat, de az is járható út, hogy csak a driver csomagot teszed fel eszközkezelőn keresztül, és felvételekhez az OBS használod a gyári Radeon Relief helyett. Ha szeretnéd tudni, hogy ezt hogy kell csinálni, akkor nézd meg az AMD OBS tutorial videóm, abban benne van a teljes folyamat. Ez a videó megtalálható a leírásban, ami a videó alatt található. Ennyi fért volna a mai epizódba. Ugye mondtam, baromi egyszerű behangolni a navikártyákat, remélem ezzel a videóval már neked is az lesz. Írd majd le mindenképp kommentben, hogy te milyen eredményeket kaptál. Ha tetszett a videó, akkor kérlek oszd meg és dobj rá egy lájkot, like hogy minél több emberhez eljuthasson, rengeteget tudtok segíteni megosztásokkal a csatornán, de tényleg srácok. Ha nagyon tetszett a mai videó, akkor kérlek látogass el a Subscribe Star oldalamra, ahol hozzáférés nyerhetsz a privát Discord szerveremhez, és ha minden jól megy, akkor jövő hónap végétől a Subscribe Star előfizetőknek minden videó még a YouTube-os megjelenés előtt elérhető lesz. Iratkozz fel, hogy jövőben egy ilyen videóról sem maradj le és ha már arra játsz, akkor egy kakaós lekváros palacsintával baszt pofán azt a harangot. Köszi, és szép napot!